tetszett, hogy én még abban a hibben élek, hogy otthon főzünk kávét, de sokan már egyáltalán nem így csinálják, és nem is egy kávézóban veszik meg, hanem a boltban ilyen különböző féleképpen, és már annyi féle van, hogy én nem igazodom el. Viszont Tomi életre hívta ezt a nagyszerű tesztet, amiben megkóstoljuk az összes ilyen ízesített ízét, de miért? Hát engem is meglepetésként ért, hogy most már ennyi féle van ebből a borzadájból. Nekem a kávé az meleg, az egy ilyen friss dolog. Vagy ha pedig messzire kell menni, és vezetés közben kezdek fáradni, akkor egy funkcionális dolog, akkor megveszem a legolcsóbbat, amiben a legtöbb koffein van. Na de valahol valami félre ment a többi emberben, mert ők viszont ezeket már elkezdték szeretni és márka alapján válogatni és beballagni a Fryhez, és ott kérni a tokiói csokoládé és málnát, vagy pedig a... Ez a kedvencem, mert ebben... Zanzibár indoramszeg fűszeg és gyömbérízű lattét, és ebben tulajdonképpen minden van, ugye? Meg még egy icipici kávé is, ez a lényege. Uh-huh. Úgyhogy most azt találtuk ki, hogy a szerkesztőség többi tagjával, akik hajlamosak elmenni ebbe a, nem is tudom, kicsit olyan konzumerizmus irányába a jeges kávé kapcsolatban. Nem, ez új hullámos. Új hullámos irányba. Őket megszivatjuk azzal, hogy akkor ezt végig kóstolják. Én ezt vagyok hajlandó megkóstolni, csak amiben rettenetes sok dolog van. Meg előre bocsátom, hogy ilyeneket szoktam venni, tehát valamiféle saját márkás dolga ennek a boltnak, ahol éppen járok, és minél starkabb, minél erősebb legyen, minél több kis fekete csésze legyen rajta. De majd a többiek elmondják, hogy kéne ezt igazán jól értékelni. Okay. Igen. A színe is borzasztó, tehát valami el lett volna benne mosogató. Én nem akarok ezzel a... De ennek tényleg van egy ilyen edzés után izokni jellege. Szóval töltenél, kedves Dani. Köszönöm szépen, ez sok lesz. Te akartad nagyon megkóstolni. Jó, eddig egyébként ennek ilyen teljes kávé. Vannak azok a különböző ilyen fehéres, marcipános belsejű csokoládék, nem? Ami nem csokoládé, hanem valami fantázia, hanem most láthatóan nagyon olcsó. Tehát arra törekedett, hogy által, hogy minél olcsóbb ipari nyersanyagokból lehessen összeállítani, na ennek pont olyan íze van. Nyomokban felfedezhető egyébként a narancsos étcsoki íze, de nyilván a narancs miatt, de például a gyömbért én ezt egyáltalán nem érezném ki, pedig az egy erős cucc. Tényleg gyömbér is, igen. Gyömbér, tehát azt hittem, hogy ez lesz az uralkodó. Enyhe penészt mondanék nekem, az volt, hogy nem kell, ezek nem is emlő lehet, tök mindegy, hogyha lenne itt egy olcsós páros, vagy mit tudom én, teszkos dobozos kávé, az is pont olyan jó lenne. Ezeket én meghagynám a vínyenszertnek. Még egyet kóstoljunk meg. Rászedlek akkor is. Ezt kérdezem addig, vagy nekem ez nem kell. Ide mehet? Persze, hogy ne. Hát ez volt ilyen? Aha. Bocsánat. De melyiket kóstoljuk? Nem tudom. Annak borzasztó, ennek rémes szaga volt, úgyhogy olyat semmiképpen. Ja, ugye. Nem kóstoljuk meg ezt a triviálisat, ezt az alapvetőt, amiben csak kávé van meg? A legegyszerűbb a húsz néven. Igen. Jó. Hajrá. Egyébként ezt a benzinkúton találkoztam. Igen, meg igen. Tehát ez az alapvető benzinkúti kávé. Jó, még a színe is. Uha. Mennyire beltartalmibb, mint a... Megőző híg izé. Ennek konkrétan csillan. Nagyon szaga van. Ez az, igen, igen. Mert az a homogén, ez a tíze. Hogy így egy ilyen nyáltaként csúszik le az ember torkán. Ezt szoktam én mindig inni. Funkcionális, van benne kávé, most még nem vagyok olyan álmos, és akkor mehetünk tovább még 500 kilométert. Hát igen, erre ez egy ilyen hajnali kettes autópályás monotonitás után, ez tényleg fejbe vág. Spár által kiadott Café Frey. Zanzibári narancs, szegfűszeg és gyömbér ízű. És mézes kanál szagú. Hát igen, ilyen karácsony illata van. Nem is tudom miért most iszok, nem most kéne. Csak az illata olyan. Az íz teljesen más. Semmi. Igen, semmi. Meg olyan, mintha... Semmi nem jön az ízben, tényleg. Ez nagyon fura, ez meglepő. Egyébként emiatt azt sem mondanám, hogy rossz, mert tulajdonképpen... Hát, de hogy nem látható. Ezek közül egyik íz se érzem. Azt kóstolom, hogy alapos olyan íz. Igen. Azt az előbb megkóstoltam. Ebben tonka van és karamellát kéne érezni. De az illata ennek? Ezt viszont kimondottan finom szerintem ennek az illata.
De mint olyan kellemes. Én ez a karamellát érzem rajta. Fú, ez nem büdös. Ez kimondottan büdös. Ez jó reklám, nem? Hát verjétek agyon, nekem ez ízlik. De ebből ne ért... Tehát nekem se volt rossz, de ilyen savanykás íze van. És nem érzem savangot, de se akarom mellett. Mangó az nem tudom, ez csak valami megtévesztés egyébként. Tehát, hát az a neve, hogy szurinámi mangó, és akkor mivel tényleg? Megtévesztett, mert hogy azt hittem, hogy van benne mangó. Hát igen, mégis szedd fel rajta, de hát... Az csak félrevezett, és az íze attól még jó. Nem kell benne keresnem mangó. Ez kimondottan szar, tehát nem csak büdös. Nem, én ezt nem fogom megkóstolni, köszönöm. De te is hoztál meg szóval. De én ezt a karamelleset megiszom, de azt nem. Azt nem is tudom milyen. Az arra mi van helyről. Kaffé lette. Ilyen ázott láb. Ezt valakit már hallottam. Egyébként pedig ugye ennek egy erős eszpresszónak kéne lennie. Ráadásul magas zsírtartalommal, tehát hogy... És pont. Maradjunk a karamellásnál. Én azt szeretem, abban sosincs savadásom. Ez nem jó. Ez nem kóstoltad már? Ezt is szoktam inni néha, ezt szeretem, mert az a feltételezésem, hogy minden sötétebb annál jobb. Valószínűleg pont ugyanolyan. Ez a magyaros Frey az egyik kedvencem. Nagyon édes, de nagyon magyaros. Most kivételesen meg fogom kóstolni, mert erre nem szoktam ilyen Frey kávékat tenni, de ez nagyon jó. Kóstolom. Guatemalai magyaró, vagy micsoda ez? Hát, igen, ez nem ugyanolyan török magyaró. És egyébként ez mekkora ilyen dupláru kapcsolás? De ez kaffiré fej és cseppes tej van benne? Vagy? De olyan masszívan van benne a magyaró aroma. Aha. Hú, már tényleg, hogy töltöm ki, úgyis jön ez a nagyon durva. De nem bántóan, nem? Tehát, hogy ez azért olyan... Vagy neked ez már sok? Nekem ízlik, de amúgy már határeset a bántóan és a elfogadható között valahol. Aha, igen, tehát hogy ez nem tagadja le a magyarot, ez úgy határozottan benne. Ez nem oda van csapva. Még ez csak másfél százalékos, és ez a nagyon zsíros. Ez 3,1 százalékos zsírtartalma. Hú, te én még megkóstolnám ezeket a hell kávékat is, csak már nem fér benne több. A háromból kéne választani, akkor melyik lenne az, amit kipróbálnám? Kérlek, hogy ezt kóstold meg. Nem a félek ezek. Ezt kóstold meg. Hű, ez a romlott. Olyan, mintha romlott lenne. És ilyen darabkák vannak benne, nem már. De kóstold meg. Jó lesz. Ne basz ki benne. Ez koffeinmentes, tehát hogy a polat vagy értelmetlen. Ez egy értelmetlen kávé, tókiói csokoládé. Mert nincs benne koffein, és ez egyébként lehet, hogy így tényleg a gyerekek mondták, hogy vegyek nekik ilyet, mert ebben nincs egyébként csak büdös, de az íze jó. Igen? Nagyon jön a málna, meg nagyon jön a csoki is. Tényleg egy kicsit ez nagyon málna. Savankás íz jön. Mondjuk ez nem lesz a kedvencem, az biztos. Nem spórolták ki belőle az aromákat. Ez biztos. Megkóstoljuk meg ezeket, vagy bírsz meg? Egyet. És akkor melyik legyen, melyik a legszimpatikusabb? Ebben van valami vanília. Ezt most nézem, csak nézem. Akkor azt bőzöm. Mondjuk slim lett, ez mit jelent? Nincs benne zsír? Lefogyott. Meg nincs benne cukor se. Hát ez az értelmetlen, az újabb értelmetlen. Ne szagold meg. Nem jó, nem ajánlom. Várjál már teljesen... Aki ne hatlak a hobbimáta energiát. Kis technikai szünet hozok, új bőrvén. Bőrvén van, hogy a tej és cukor nélkül, vagy hát zsíros, zsír nélkül. Tessék. Mondjuk ez egyébként olyan, mintha egy csomagolás, tehát annyira világos, mintha csak épp találkozott volna a kávéval a tej a csomagolásnál. Egy helyen csomagolás. Hogy amikor a... De ezen hol van? Nincs is amit, hogy hell, nem? Ja, itt van, by hell. Hát meg ott van a fej. Ilyen kis logója. Igen. De nézd meg, hogy milyen világos. Mint hogyha csak a csomagolás. Akkor mit olyan emelkezik kávét? Tehát, hogy ebben több koffein, magas koffein tartalmú. Bár gondolom az összes kávé magas koffein tartalmú, nem? Vagy... Aha, ez is az, hogy magas koffein tartalmú, azt kell látszni. De elég fura ízű.
Nincs kávé íze. Ez egy ilyen kellemes vaníliás itóka. Tejital. Tejital, igen. De a kávét azt így ízben nem jön át. Na nyomjunk még egy ilyen energy cappuccinót. Hangos ez a csordás, Gábor, mi? Ide hallom. Meg. De csak keveset, köszönöm. Már ennek legalább van valami színe. És mi a különbség? Ez nem low fat milk, hanem... De most nem azt hiszük, hanem ezt. Ja, ez főség volt. Igen, meg azon kívül ez vanília is volt benne. Az mindegy, mert nem volt íze. Ebben ez meg egy cappuccino, igen. De ugyanúgy magas koffein tartalma. Van kávé íze, de... Na, de nem tudom. Mondjuk már lehet, hogy keveredik benne minden. Egyre még benn marad azért. Egyen jobb, mint a... Mint a szülő. Egyen jobb, egyen jobb, de nem jó. Tehát, hogy nem a jobb, nem jó. Ez nem a jobb, a jobb, jobb. Igen. Na, adjuk át a nevünket a következő csapatnak. Mondjuk tartalom szempontjából ez a jó, ha ezt kóstoljuk. Ezt mindenképpen kóstoljuk meg, hiszen... Nem merek sokat menteni, de... Na mi van? Élsz még? Az illat az egész ilyesmi. Ez olyan, mint hogyha ilyen romlott tej lenne elnyomva. Ilyen, nem tudom, ilyen műanyag málnával. Nem lehet, ez tényleg az? Nem tudom. Nekem ez nagyon ismerős volt, és az jutott persze, hogy egyszer szerintem vettem ilyet valakinek ajándékba, és az akkor nem jelent. Kedvelted? Hát ő engem nem kedvel, én. Igen, jó, ez... de nem jelentkezett azóta, és azt nem tudom, hogy miért. De hova lehet kijönteni ezt? Ez romlott. De most ketten kapunk egy poharat, hát ez... Öntögessétek bele a... Öntsük bele oda a... De én ezt ki akarom öblíteni erre, én nem akarok mást tenni. Igen, jó. Mert ez romlott, tehát ez undorító. Na, öntök ebből. Ez egy friss, spáros. Ez nagyon jó. Mert a friss is nagyon jól hangzik. A romlott után. Ez elég lesz annyi? Ebből sok is. Ez ilyen... Ilyen karácsonyi. Fú, narancs, szegfűszeg és gyömbér. De kávé azért van benne? Nem, ez mézes kalácsos. Ez mézes kalács illatú. Igen, a vörös matritér. Nagyon furcsa az állaga, hogy nem harapni kell, de ez amúgy jó. De nem kávénak, hanem ilyen folyékony mézes kalácsnak jó. Igen, hogyha már minden áron valami formabontó kávét akarna az ember, akkor ez igazából ez működik. Ez jó. Szemben azzal, aminek semmi köze nincs a kávéhoz, csak valami. Igen, kávénak nem értelmezhető, de folyékony mézes kalácsnak jó. Megnézzük a cukortartalmat. Szerintem van. Ó, hajjaj. Ja, nem baj. Köszönöm. Mit, milyen most? Szerintem ez a vakolatos. Zászott vakolat illatú? De így nem... De ez az. Ez az. Ázott vakolat ízű és illatú. Teljesen egyértelmű. Azért szeretjük. Hát... De egyáltalán te szoktál ilyet? Én szoktam, én abszolút szoktam, sőt én csak ilyen kávét szoktam inni, de mondjuk nem vakolat. Na, én meg csak nem, hanem lefőzöm, és hogyha nagyon-nagyon hát, ritkán ilyen vészhelyzetben, hogyha megyek autóval valami hosszabb útra, akkor így a boltban bedobok egy ilyet, hogy jó, azt el lehet iszogatni vezetés közben. És akkor tulajdonképpen mindegy is, hogy mi az. Érve nem, mert cukorra soha nem szoktam. Hát akkor ennek én vagyok a célcsoportja, nem te, de... Mondjuk ezt betalálj, csak nem jó értelemben. Aha. Na, de azért keresek egy olyat, ami, hogyha egyszer tudatosan kell választani, akkor valami jót válaszunk, ne csak valami random. Ez az Aldi, én azt szoktam. De az itt van? Nincs.
Válaszunk egy olyat, ami kávé, nem? Hogy de amiben nincs, nem az, hogy cukros, mézes, maragújás, nem tudom micsoda, hanem egyszerűen sima kávé. Latte. Na. Energy latte. De ez kicsit itt van. Cappuccino. Azért, mert mindenki ilyen desszert tesznek fogja fedezni, nem desszert, hanem kávé. Ezt oda. Amíg ott van egy sima kávé. Igen, ezt azért hoztam, mert mondták, hogy ilyen még nem volt. Mert azt mondtam, nagyon rossz, én úgy emlékszem, de lehet, viszont van rajta egy jó ilyen offline infografika, mennyire erős. Ez az arany középú. Ez pont olyan. Na mindegy, megkóstoljuk majd a végén. És azt mondok, hogy ez kávé. Ez energy. Coffee. Na. Az illata, az egész biztató. Ilyeneket teszik a Bruce Willis, amit a betegben. Nyilván. Fú, nekem ez nagyon édes, ilyen lötyike. Nekem ez minden édes. Ez nem kifejezetten rossz, tehát nem jó, de... De azért elég rossz. Hát inkább... Na, tényleg legyen már egy rendes kávé, hát ebben megőre. Nincs. De, keressünk. Holnap tudja senki nem ilyen dolgozni. Rámehetünk a mélyére. Gondolom. Erre? Na, ő még nem volt egy ilyen mostoha gyerek. Na. Na, ilyet szoktam menni a boltban, mikor megyek. Valami nagyon messzire. Hát ez nagyon édes ilyen. Hát ez tulajdonképpen mind desszert, azt kijelenthetjük, nem? Lehet, hogy ez csak hidegen. Csak valami ihatatlan. Lehet, hogy nagyon hidegen, az jó lenne. Akkor nem ez nem olyan az iskola tej volt, vagy az iskola kakaó volt régen ilyen. Abból a kávé? Aha. Lehet. De ez közelebb már egy kakaó volt. Furott kávé van ráírva ezekre, nem? Bécsi pörkölésre. Uh-huh. Hát azért... Mit jelent, hogy bécsi pörke? Hát, nyugati. Mango. Mindegy, már úgy is. Ez jó lesz. Meg lehet a dőlni. Állásnak köszönöm. Ez most a karácsonyi kettő? Ezt tudod milyen, mint egy ilyen felolvadt kalippó, vagy valami ilyesmi? Nem tudom, ezt nem lehet értelmezni. Hát ugyanolyan, mint a mézes karácsos, hogy egyáltalán nem kávé, csak nem mézes karácsos, hanem ilyen kalippós. De ezek úgy készülnek, hogy felírnak véletlenszerűen 4-5 ilyen ételnevet, és akkor azt így összerázzák, kisorsolják, és akkor abból lesz a termék. Hát ez a, igen. Az van rajta, hogy szurinámi mango, tonkabab, karamella, latte. Na. És egyébként ez egy kávé. Igen. Na, hát tök jó. Mehet is ide a központba. Van ez. Többiek is ennyit ittak, vagy csak túl teljesítünk kurvára, mert mindenki egybe itt bele. Csúrdal a játékot, nem van. Jó van, de azért meg keresünk egy ihatót. Az a baj, hogy akkor mi leszünk a videó gerincsa. Hát holnap nem jön senki, igen. Hány vécé van itt kettő, igen, mindig a tesztelők mennek. Fú, milyen... Ilyet én már vettem néhányszor. Végtelenül aromás. És annak pillanatok, amikor nagyon ízlik, de utána arra szoktam jutni, hogy azért nem olyan jó. De egyébként itt kiemelkedik a mezőnyből szerintem. Ez a guatemalai mogyoros. Ez nem, ez tudod mi? Aranka krémpor. Megvan aranka. Az aranka, az a por. Ez csak a nevére. Össze kellett így ízelni az NDK ilyen, a narancsárga NDK ilyen turmixa. És azt én fogyasztottam, és ez az. Viszont érződik benne a magyaró illata, az pozitívan. Igen, mert iszonyatosan túl van aromázva, mint az összes ilyen frej. És frej és cserpes együtt, hogy legyünk igazságosak. Igen.
Igen, viszont ez nem rongos, mint a málás. Igen, azzal lehet, hogy tényleg valami baj volt, mert az, az egészen kétségbe jött. Igen. Igen. Ezt illene még egyszer megkóstolni, de senki nem fogja bevállalni. Mármint? A málásat. Nem, azt szerintem ilyen egészségügyi okokból el is tüntetjük innen mindjárt. Igen, meghajtjuk, meg megtartjuk hashajtól. Jó, szerintem nagyon jók voltunk, hát hányat ettünk 8-at. Igen, én egész megérintettem. Érzése 20-at, de. Igen, igen, nagyon klassz volt ezeket, meg talán hagyjuk is, mert ennyi desszert, tehát nem lehet egy nap. De cappuccinót ittunk egyébként? Igen, más. Ezt. De ilyet? Olyat nem. Lehet, hogy ez a jó. Na, tessék akkor, bátran. Hagyjuk a végére valami. Milyen meglepő. Na, lassan egyáltalán nem érzek. Is. Ez ilyen, ilyen autóillatosító. Folyékony Wunderbaum? Nem, mert nem kell tányinger, de, de hogy... Figyelj, ez jó. Szerintem ez hidegen nem lenne rossz. Igen. Jó. Hidegen jégkockával, ez jó lenne. Ez a legjobb eddig. És nem annyira durván, mint a... Mutatjuk a győztest. Igen, nem annyira durván, mint a cserpes, ugye, iszintesen hát aranás. Hát az valamilyen, nem tudom, ajándéknak jó, hogyha valakivel így, így nem tudom, tesztelni akarod a kapcsolatot. Búcsú ajándék? Ez pedig mondjuk meg lehet inni. Mm. Ez úgy jó. Jó, szerintem a csúcson hagyjuk abba. Ja, a kávézásnak az én fejemben van egy ilyen kis minimális luxus hangulata is, tehát az ember mégiscsak leül, mégiscsak egy másik ember által készített, bonyolult, messziről jött alapanyagból származó kis finom italt iszik valamiféle elegáns dologból, meg kiskanál, meg csésze, meg mit tudom én. Ilyen elegáns dologra gondolsz. Ehhez képest itt ülünk egy asztalnál, egy csomó ilyen műanyagdoboz, meg fémdoboz, meg kibontott üveg között, tele van ilyen karikákkal az asztal, szóval ez a... Kávézás élmény szerintem erősen sérül, amikor az ember az előre csomagolt kávét választja.